Magyar turisták maradtak szállás nélkül Törökországban, óriási visszhangot kapott az este a hír, miszerint becsődölt egy utazási iroda. A magyar utasokon az ankarai magyar nagykövetség segített. A károkat a biztosító állja. Itthon több mint 1300 utazás szervező vállalkozás működik, nem árt ellenőrizni, hogy a cég, ahol foglalunk, a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalnál jegyezve van-e. Az utazási szezon kellős közepén fogyasztóvédelmi kérdésekről beszélgetünk Görömbeiné dr. Balmaz Katalinna. Jó estét kívánok! Köszönöm. Jó estét kívánok! Azért időről időre kapunk hírt ilyen esetekről. Mikor is volt utoljára ilyen? Szerencsére jó néhány évvel ezelőtt. Igen. Mi az, amit érdemes tudni? Nagyon sok kérdésre rávilágít egy ilyen sajnálatos eset. Hogyan tudunk kellően körültekintően eljárni akkor, amikor utazást foglalunk? Mindenképpen a fogyasztónak is van felelőssége azon, hogy ne járjon így. Ha kellőképpen, körültekintően mindennek utána járunk, és nem csak egy hirtelen ötlettől vezérelve, mert találunk egy olcsó utat, beleugrunk egy ilyen dologba, akkor sokkal nagyobb a lehetősége annak, hogy nem fognak velünk ilyen dolgok történni. Először is kezdjük azzal, hogy milyen utazási irodával kössünk szerződést. Elhangzott már a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak a neve. Az ő honlapjukon találhatja a fogyasztó azt, hogy melyik azok az utazási irodák, akik kellő engedéllyel rendelkeznek, és ennek az engedélynek pedig az a feltétele, hogy kellő anyagi biztonsággal rendelkeznek ahhoz, különböző banki letét és egyéb, hogy ne részletezzem, hogy milyen dolgok, de az biztosítja azt, hogyha bármi történik a utazás során, akár az utazási irodának a hibájából, vagy esetleg a harmadik partner személy hibájából, akkor az utas ez alapján kártérítést kap. Tehát mindenképpen csak olyan utazási irodával kössünk szerződést, akik itt megtalálhatók. A másik, mikor egy célt kitűzünk magunk elé, hogy melyik országba menjünk el, akkor pedig a külügyminisztériumnak a honlapját tudom ajánlani. Feltétlenül nézzünk utána, hogy ajánlott-e az az ország, hogy oda utazzunk. Mai forrongó világban meggondolandó az, hogy hova menjünk el esetleg a pár hónapos gyermekünkkel, milyen utat vállaljunk be, mert ha olyan módon nem ajánlott, akkor megint csak el kell döntenünk, hogy olcsó, lehet, hogy pont azért olcsó, mert nem tudják eladni az utakat, és azért ajánlják ennyire olcsón. Ha már itt a külügyminisztérium szóba került, és a biztonság, mi az, ami egy ilyen esetben, hogy a legextrémebb eset az, hogy kirakják az utcára az Igen. utasokat, nincs, aki hazahozza őket, és ott ragadnak egy idegen országban. Mi az, ami ilyen helyzetben elvárható a kinti magyar nagykövetségtől? Téved a fogyasztó, mikor azt gondolja, hogy majd a magyar nagykövetség most a nyaralását finanszírozni fogja. Nem. A konzulátus szakemberének vagy megbízottjainak csak annyi a kötelezettsége, hogy minél előbb visszajuttassák Magyarországra az utasokat, és az alatt, míg ez nem megoldható, valamilyen szállást biztosítsanak nekik, nem várható az el, hogy ugyanabban a szállodában, amiben eredetileg esetleg foglalták volna, vagy olyan minőségűben, és amennyiben az utas nem rendelkezik kellő készpénzzel, vagy anyagi forrással ahhoz, hogy ezeket önmaga finanszírozza, mert már az utazási irodától ez ott kint nem várható el, akkor a konzulátus kölcsönt biztosít az utas részére. Tehát nem a magyar állam fogja finanszírozni a nyaralását a fogyasztónak, hanem az fogja minél gyorsabb módon megoldani, hogy hazakerüljön az országba, és enyhítse valamennyest a kárt. Az más kérdés, hogy utána, amikor hazaérkezett saját költségén, vagy kölcsönpénzből, azt hogyan tudja visszaszerezni. Vannak-e olyan esetek, amikor a biztosító sem fizet? Igen, előfordul olyan eset, amikor például olyan utazási irodával mentünk el, akinek nincs meg ez a biztosítása, magyarul nem rendelkezett engedélye. Vagy most, ahogy ebben az esetben is, úgy olvastam sajtóba,
hogy voltak olyan utazási szerződések, ahol nem csomagot kötöttek, és már ez is gyanúsnak kellett volna lenni a fogyasztónak, hanem külön minden szolgáltatásra külön szerződést kötöttek. És ilyen esetben ez a biztosítási kártérítés nem jár, és arra kell még odafigyelni, hogy amikor hazajött a fogyasztó, akkor adott esetben most úgy tudom, hogy az Unika biztosító az, aki ebben az esetben rendelkezik erre, igen, hogy minél hamarabb jelentkezzen a biztosítónál, mert bár az utazási irodától a biztosító megszerzi az adatokat, hogy kik azok az utasok, akik kártérítésre jogosultak lesznek, de az utasnak magának is kell ezt kérnie. És ne fusson ki a határidőből, mert egy adott összeg áll rendelkezésre, és a bejelentett között fogja akkor ezt szétosztani a biztosító. Érdemes saját utasbiztosítást kötni akkor is, hogyha utazási irodán keresztül tervezzük az utazást? Mindenképpen, és külön az egészségbiztosítást is ajánlanám, hiszen nem olyan nagy összeg, ami egy utazásra esik, de hogyha odakint valami olyan váratlan betegség ér bennünket, vagy sérülés, vagy bármi, akkor egy kórházi ellátásra van szükségünk, azt egyszerűen nem tudjuk kifizetni. Viszont ha van biztosításunk, akkor a biztosító ezeket a költségeket állja. Tehát mindenképpen... Akár azt is, hogyha engem a szállodából kiraknak azért, mert az utazási iroda nem kellő, nem úgy járt el, akkor akár azt is fogja állni az én biztosításom? Ha ilyen jellegű tétel is van benne. Tehát minden esetben figyeljünk oda, ha utasbiztosítást kötünk, hogy nézzük meg, egyébként is mindig ezt tudom a fogyasztóknak ajánlani, hogy mindig olvassák el figyelmesen, hogy milyen szerződést kötöttek, milyen szolgáltatásért, milyen díjat fizetnek, mi az, amit köteles a szerződő partner, akár az utazási iroda, akár a biztosítás, biztosító az én pénzemért, mi az, amit ő adni köteles. Mert az a legtöbb esetben a probléma, hogy ezekkel nincsenek tisztában a fogyasztók. Azért a gyakoribb eset az az, amikor nem kirakják, hanem nem azt a minőséget kapja az utas, amire ő szerződött. Ilyen esetben hogyan járjunk el, hogy a kártérítést megkapjuk? Ilyen esetben nagyon fontos az, hogy a helyszínen gyűjtsünk bizonyítékokat, én ezt így tudom mondani. Dokumentáljuk. Dokumentáljuk. Jobb esetben van kint utaskísérő, vagy az utazási irodának valamilyen megbízottja. Minden esetben azonnal éljünk feléjelzéssel. Önnek ilyenkor jegyzőkönyvet kell felvennie, ha nem tudja a problémánkat azonnal megoldani. De olyan is előfordul, hogy azonnal meg tudja oldani, mert mondjuk nem megfelelő a szoba, mert mondjuk van egy csőtörés, és az beázott. És ha meg tudja oldani, akkor a hotellal egy másik szobát biztosítanak számunkra. Vagy egyszerűen nem tengerre néz, vagy pedig én olyat kértem. Igen, és akkor a helyben megoldható. Ha nem tudja megoldani, akkor a jegyzőkönyvet kell felvenni. Az is előfordul viszont, hogy esetleg a idegenvezető elbagatelizálja a mi problémánkat, és nem hajlandó jegyzőkönyvet felvenni. Ilyenkor mit tehetünk? Hát nyilván vannak ott más utasok is, olyankor mi magunk írjuk egy feljegyzést, kérjük meg utastársainkat, hogy tanúskodjanak, hogy ez valóban így történt, és hát a mai világban azt nem kell mondani, hogy fényképezzünk. Dokumentáljuk dátummal ellátott fényképeken, és hazaérve lehetőség van arra, hogy... Kihez lehet fordulni, a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz? Egyedi ügyekben, minden esetben a békeltető testülethez, ha nem rendezi önkéntesen az utazási iroda problémát, akkor kell fordulni a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, hogyha jogszabálysértés történt. Olyan valami, mondjuk egy tisztességtelen kereskedelmi magatartás, vagy olyan dolog, ami nem az én konkrét problémám, hanem egy olyan előírást, egy olyan dolgot sértett meg az utazási iroda, ami több embernek is befolyásolja a érdekeit. Ilyen esetben fordulhatunk a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, amely január 1-je óta járási hivataloknál működik. Nem gond, ha esetleg nem az ő hatáskörükbe tartozik, mert ők felveszik a problémát, a panaszt, és az illetékesség a hatáskörrel rendelkező hatósághoz fogják továbbítani.
Görömbeiné dr. Balmasz Katalin, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, nagyon sok hasznos tanácsot kaptunk. Én köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy sokkal több embernek kellemesen fog telni ez a nyár. Így legyen.